És akkor most jön csak a Covid, ami mintha tetőzött volna, hogyha most megnézzük azokat a statisztikákat, amiket én szoktam önöknek mutatni, akkor a legelső, bár nem ebben a sorrendben van elnézést, de ettől függetlenül a legelső és legfontosabb információ a napi új halálozások száma, 1 millió emberre vetítve. Nos, ez a legfontosabb statisztika, ez az Our World in Data című oldalon még mindig Magyarország a legmagasabb, Magyarországon a legmagasabb, még mindig mi állunk a legrosszabbul, de az látszik, hogy tetőzött ez a szám. Most néhány napja sajnos ismét növekszik, de már nagyon enyhén. Azt lehet mondani, hogy az elmúlt közel egy hétben, vagy bő egy hétben ez a szám, ez nagyjából azonos szinten van, ami még mindig rengeteg, ez 25 halálozás per millió ember, ugye egy 10 milliós országban ez 250-nek számítana, tehát mindenképpen nagyon magas szám, bőven több mint 30-40% a második helyezett Bulgária után vagyunk. Láthatnak talán ezen az ábrán, hogyha figyelmesebben nézik, majd egy húsvéti visszaesést több országnál, Magyarországnál is, Bulgáriánál is, Szlovákiánál is, Lengyelországnál is. Ez érdekes, nyilván statisztikusok meg tudnák magyarázni. Ami ennél fontosabb talán, hogy a halálozások egyáltalán nem tükröződnek még most jelen pillanatban, mondhatnám, a felfutó oltás mennyiségben, vagy fordítva, tehát annak ellenére ilyen magasak ezek a halálozások, hogy Magyarország egyébként nem csak a halálozásban első, hanem az oltásban is, legalábbis, hogyha megnézzük ezt a másik diagramot, itt már azt látjuk, hogy 100 emberre hány vakcinát adnak be naponta, és ott azt látjuk, hogy Magyarország után jön csak az Egyesült Államok, Szerbia, Németország, stb. Itt több más ábránk is van. Többek között megnézhetjük azt a számot is, ahány dózist beadnak naponta 100 emberre. 100 emberre 118 dózist adnak be Izraelben, ami azt jelenti, hogy ő már az első-második oltással is nagyon szépen elhaladtak, tehát igen magas a szám. 54 az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság 57, és Magyarország, Szerbia után nem sokkal, 42 van Szerbiában, nálunk 41. Tehát gyakorlatilag ma, ahogy el szoktam mondani a kormány, hogy az Unióban a legelsők vagyunk a napi oltás mennyiséggel 100 főre vetítve, ez igaz, a világban pedig szintén nagyon jó helyen állunk, Izrael, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és Szerbia után. Tehát szintén egy nagyon jó, az unió átlag az körülbelül fele annyi, mint a miénk, tehát azt látjuk, hogy utánunk jön közvetlen Ausztria 23-mal, tehát a mi 41-es számunk után Ausztria 23-mal, és aztán a többiek ezután következnek csak. Hát még egyszer mondom, az a szomorú, hogy bár oltásban ennyire kimagaslóan jók vagyunk, de sajnos a halálozásban még mindig mi vagyunk elől. Tehát mi sokkal jobban rászorulunk az oltásokra és az oltás nyújtotta viszonylagos biztonságra és védelemre, mint azok az országok, akik más intézkedésekkel, többek között szigorúbb karanténnal, szigorúbb tesztelésekkel, nagyobb számú teszteléssel, jobb egészségügyi ellátással, és millió más módon védekeztek sokkal hatásosabban a Covid ellen. Nekünk sajnos a kormány inkompetenciája miatt nem nagyon maradt más, mint az oltások hatásosságában bízni, úgyhogy én is önöket arra bíztatom, hogy mindenképpen menjenek el, regisztráljanak, ha még nem tették. Itt Hódmezővásárhelyen még egy telefonos forródróttal is segítünk, most már több mint 200 embert, ezt kimerem jelenteni, majd holnap tudom meg a pontos számokat. Tehát mintegy 200 embert segítettünk hozzá, hogy regisztráljon, akik nem tudtak. És most itt majd hamarosan beszélünk akkor a regisztrációról is. Tehát mi igenis támogatjuk. Azon a képen, amin ezt a regisztrációt megosztottam önökkel, most kedden az a kép is szerepel, sokat kritizálták természetesen, de hát bármit csinálok, úgyis kritizálni fogják. Tehát megkaptam én is az első védőoltást a feleségemmel, sógornőmmel, azonos napra hívott be a házi orvos. Azt, hogy kit mikorra hívnak be, azt a házi orvos dönti el. Nagyon sok országos politikus, aki nálam fiatalabb, már korábban megkapta. Itt Vásárhelyen van olyan házi orvos, ahol már 21-22 éveseket oltanak be a regisztráció miatt, és olvastam Benkő Erikának a kommentjét, hogy őt annak ellenére se hívta még be a saját házi orvosa, hogy régen regisztrált és indokolt is lenne. Tehát sajnos azt látjuk, hogy nem kor alapján mennek, hanem az adott házi orvosnál bizonyos különbségek lehetnek, csak házi orvoson belül van. Úgy szintén azt, hogy ki milyen vakcinát kap, azt hát részben eldöntheti maga is, mert ugye, mint Orbán Viktor mondta, ha nem kéri mondjuk az oroszt vagy a kínait, akkor megy a sor végére.
Hát azt látjuk, hogy aki nem kérte az oroszt vagy a kínait, az egy héttel később megkapta a nyugatit, tehát mondjuk annyira sor végéről nem beszélhetünk, de valóban meg kellett várni azt, amíg nyugati vakcinák jönnek. Hát minthogy a vakcináknak a fele, vagy több mint a fele Magyarországon az nyugati forrásból van, tehát a kínai és az orosz az kevesebb, mint a felét teszi ki, ezért olyan nagyon sokáig nem kell várni. Úgyhogy azt gondolom, hogy az is mindenki megkapta már, vagy megkaphatta általa kívánt oltóanyagot. Nekem az orvos ajánlotta a Modernát, egyébként tudom, hogy kínaival is, orosszal is oltanak, ismerőseimet oltották. Nekem olyan érzésem volt utána, mintha jól vállon rúgtak volna, hogy úgy mondjam, tehát egy ilyen váll, izom, fájdalom és a többi, tehát semmi az oltásnak a mellékhatása egyéb nem volt. Tehát én azt tudom mondani, hogy remélem, hogy a legtöbben hozzám hasonlóan könnyen viselik majd az oltásnak a mellékhatásai. Voltak ismerőseim, akinél valamennyivel komolyabb tünetek jelentkeztek, de ez mondjuk egy hőemelkedésnél több általában eddig nem volt. Az összes olyan, ahol ennél súlyosabbat hallottam én is, azok általában, hát erre az egyszerű mondás az, hogy lehet, hogy nincs köze a vakcinához, a bonyolultabb mondás pedig az, hogy ha beadnak mondjuk AstraZeneca-ból 25 milliót, és abból van egy néhány, amely mellékhatással jár, sőt, hát olyan is előfordulhat, hogy utána meghal az ügyfél, bár még egyszer mondom, 25 millióból néhány emberről beszélünk, és nem bizonyított, hogy ez milyen összefüggésben volt az oltással. Összességében tehát továbbra is azt kérem önöktől, hogy regisztráljanak és menjenek el, oltassák be magukat, nincs ennél biztosabb védekezés azon a Magyarországon, ahol a legtöbben az intézményekben kapták el a Covidot, és ahol az világon a legtöbben halnak meg nap mint nap a Covid járvány következtében, mert a leginkompetensebb a kormányunk a tekintetben. Nagyon rászorulunk az oltásokra. Kérem, hogy ezt vegyék önök is nagyon komolyan. Hát, hogy az ellenzék oltás ellenes lenne, az nyilvánvaló csacsiság, annak ellenére, hogy a kormány folyamatosan ezt csújkolja, hiszen nagyon kellemetlen dolog az, hogy még egyszer mondom, Magyarország az egész világon a legnagyobb halálozás produkálja. Ezt nagyon nehéz, de azért megpróbálják mindannyian Brüsszelre fogni, a nyugati vakcinákra fogni, a brüsszeli beszerzésre fogni. Hát Lázár János egészen odáig ment, hogy szerinte a 600 ezer keleti vakcina az 600 ezer életet mentett meg, míg az 1,4 millió nyugati vakcina az 20 ezer magyarnak a haláláért felelős, köztük azokért is, akik még a vakcinák föltalálása előtt nem kaptak vakcinát. Tehát nyilvánvaló, megint csak csacsiságokat beszélt Lázár János, nem először, nagyot akart mondani, sikerült neki. Tehát ezek a hazugságok, amit még Navracsics Tibor is visszautasított, ezek általános tendenciává értek most a kormánypárti sajtóban. Most a következő, egy javaslat volt ugye az ellenzék részéről, hogy a regisztrációt úgymond szüntessék meg. Ez nem azt jelenti, hogy bárki bármikor odamegy a háziorvosához és megkapja, hiszen több helyen azt mindenképpen kell egy központi nyilvántartás arról, hogy kinek mikor adtak be és milyen típusú vakcinát, tehát nyilvánvaló egyfajta regisztrációra szükség van. Ami ellen az ellenzék tiltakozik, vagy legalábbis amit javasol megszüntetni, az az, hogy olyan adatokat kértek, vagy e-mail címhez kötötték, csak elektronikusan lehetett regisztrálni, és a többi, ami nincs mindenkinek meg. És az adatokkal sokan esetleg azt gondolták, hogy a kormányzat visszaélhet, én nem gondolom, mert persze tudjuk, hogy nálunk itt a fideszes dolgozók egy része például vissza is élt személyes adatokkal a Városházán, mielőtt eltávolítottuk őket, vagy elmentek, de jelen esetben ez az adat visszaélés, ez így is úgy is megvalósulhat, hiszen a kormányzati információs rendszerben az önök összes betegsége ott van, a vércsoportja, mindene ott van, tehát ha vissza akarnak élni vele, vissza tudnak élni, attól függetlenül, hogy regisztrálnak-e védőoltásra, vagy nem. Tehát kérem, hogy ettől se féljenek, ez se tartsa önöket vissza attól, hogy regisztráljanak. Persze, még egyszer mondom, nincs mindenkinek internete, külön e-mail címet nem tud megadni, egy e-mail címről csak egy valakit lehetett tudomásom szerint regisztrálni, tehát sok probléma volt, ezért is indítottuk mi ezt a telefonos forrodrót szolgáltatást. Az már külön szánalmas, hogy a kormányzati kommunikáció nagyon gyorsan reagált erre a tegnapi javaslatra, és már a mai napon a minisztérium közölte, hogy Gyurcsány, ahogy itt a 444-nek a címéből látható, de hát egészen konkrétan az volt a javaslat a regisztráció eltörlési javaslatra, vagy megkönnyítési javaslatra, hogy Gyurcsány, Karácsony és Jakab is regisztráltak és oltakoztak, akkor miért nem? Miért akarja most eltörölni? Micsoda álságos az ellenzék, ezt el akarja törölni. Még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy valaki, aki az oltást
felveszi, az ne kritizálhatná például a lopást, hiszen az ellenzék nem oltás ellenes, hanem lopás ellenes. Én szintén egy kínai járványügyi központi mai hírhez foglaltam itt össze ennek a lényegét. A kínai járványügyi központ vezetője is elismerte, hogy van mit javítani a kínai vakcina hatásosságán. Én ide írtam ezt a 79%-ot, amit a jelenlegi saját méréseik szerint tud ez a vakcina, de a Sinovac, egy másik kínai vakcina például csak 50, 59 talán, vagy 51%-os hatékonyságot tud. Tehát mindegyik sokkal gyengébb, mint a nyugati vakcinák, vagy akár az orosz vakcina, ha már arról van szó. Tehát már eleve ez az egyik probléma vele, de nem csak ez az egy probléma van. Ugye azt is tudjuk, hogy Szijjártó Péter, aki mindent maga intézett a saját bevallása szerint a kínai vakcinán, mégsem közvetlenül az állam szerezte be Kínától ezeket a vakcinákat, hanem közbeiktattak egy nyilvánvalóan számukra nem ismeretlen céget, és ez a cég ez 25 milliárdot lophatott, kereshetett ezen a vakcina beszerzésen, tehát a Fidesz még ebből is lopott. Azt látjuk, hogy a vakcina beszerzést nem azért vettek kínait, ugye Modernát, ami sokkal nagyobb hatásfokú, sokkal olcsóbb, megjegyzem, tehát egy jobb, nyugat által bevizsgált, elismerten jó minőségű vakcinát visszamondtak, és nagy mennyiségben vásárolt a kínai vakcinát, és nem azért, mert ez, hiszen nincsen harmadik fázisú vizsgálatról, nem tudjuk, hogy mennyire hatékony, és a többi, a saját számaikat közöljük itt. Több tesztet csináltak nyilván a Indonéziában, Egyesült Arab Emírségekben, és a többi. A szerbek odáig jutottak, hogy harmadik dózist is be kell adni ahhoz, hogy elinduljon az ellenanyag termelés a szervezetben. Tehát nyilvánvalóan vannak problémák a kínai vakcinákkal, de kétségkívül jobb, mint a semmi. Tehát ugye nem, amikor mi kritizáljuk, vagy Dudó Ernő immunológus professzor kritizálja a kínai vakcinát, akkor ezt nem azt állítja ezzel, hogy ez rosszabb, mint a semmi, nem azt állítjuk, hogy valaki, akinek kínait ajánlanak, az ne vegye be, föltétlenül. Utána esetleg egy teszttel meg tud győződni arról, hogy termelődik-e immunanyag a szervezetében, tud-e védekezni a szervezete, és nyilván majd a magyar hatóságoknak is arról kell dönteni, hogy a megvásárolt 5 millió mellé lehet, hogy kell majd még 2,5 millió adag vakcina, mert ebből lehet, hogy 3 kell valakinek, és nem 2. Nos, tehát azért nyilván a kínai vakcinára azt mondani, hogy ezt szakmai alapon szerezte be Szijjártó Péter, aki nyilvánvalóan nem szakember, az ostobaság lenne. Ennél sokkal nagyobb az esélye, hogy azért ezt szerezték be, mert ebből tudtak jó sokat lopni. Egészen pontosan 25 milliárd forinttal károsították meg a magyar államot, az adófizetőket, vagy mondhatnám úgy is, hogy kétszer ennyi vakcinát kaptak volna ennyi pénzért, hogyha csak annyira korruptak, mint Szenegál. Hiszen Szenegálnak az árával összehasonlítva azt látjuk, hogy Szijjártóik kétszer annyit fizettek ugyanazért a vakcináért. De hát nyilván ebben semmi meglepetés nincs. Emlékszünk, hogy lélegeztetőgépből, amire hál' Istennek mind a mai napig kevesebb kell, mint amennyi amúgy is az országban volt, hiszen 1400-an vannak körülbelül lélegeztetőgépen, most talán 1300-an, de volt a csúcs 1440 is talán. Nos, ők beszereztek, vagy 16 ezer lélegeztetőgépet, nem tudjuk, hogy mennyit loptak belőle, de hogy 5 millióval többet loptak minden egyes darabon, mint a korrupcióba belebukott szlovén kormány, az biztos. Hiszen pont ugyanattal a cégtől, pont ugyanazt a típust vásárolták, ők 17,2 millió forintért, a szlovének 12,7-ért, és ott belebukott egy fél kormány abba a korrupcióba. Mi 5 millióval többet elköltöttünk minden darabra, és itt nálunk Polt Péter még csak nem is vizsgálódik. Hát mennyit kell itt lopni ahhoz, hogy valamikor valakinek föltűnjön? Hogy önök azt mondják, hogy soha többet Fidesz. Na, tehát itt sajnos azt látjuk, hogy nem a járványt kezelik, hanem lopnak, meg hatalmon akarnak maradni. A kínai vakcinában is az a baj, hogy ez egy nyilvánvalóan nem olyan minőségű vakcina, mint a nyugati, és miért vették ezt, amikor a Modernáról lemondanak? Egyszerű a válasz, azért, mert ebből lehetett sokat lopni. Úgyhogy az ellenzék nem oltás ellenes, kedves magyar polgártársaim, hanem lopás ellenes, és ebben teljesen igazuk van. Sok mindenben nem értek egyet a pártokkal, de ebbe aztán maximálisan. Egyszerűen nem szabad eltűrni azt, hogy itt az emberek élete helyett a kormánynak mindig a lopáson jár az esze. A lélegeztető beszerzésnél is, a vakcina beszerzésnél is. No, úgyhogy ezzel együtt én még egyszer, hogy valaki nehogy félreértse, mert vannak olyan ostoba emberek, akik néha félreértenek dolgokat, és aztán megpróbálják félremagyarázni, tehát semmiképpen nem azt mondom, hogy önök a kínai vakcinát ne vegyék föl, de az biztos, hogy a kínai vakcina az kevésbé hatásos, mint a nyugati vakcinák. Ezt egyelőre ezt tudjuk biztosan, valamint azt, hogy ebből jó sokat lehetett lopni. Ez az egy biztos. Jó, tehát én azt mondom továbbra is, hogy jobb a kínai vakcina, mint a semmi. Ah, sokkal jobb. Sokkal jobb. Persze. De arról nem lehet beszélni, hogy a nyugatinál jobb. Nem.
És akkor van itt egy olyan ábránk is, amely éppen a Szabad Európa Rádiónak az oldaláról való, de hát ez a hivatalos kormányzati statisztika még az ábra is. Hiába van több vakcina, akkor is változatlan az oltások beadásának üteme. Az oltások beadásának ütemét nem kritizálhatjuk, hiszen a világon a legmagasabb, éppen az előbb néztük meg. Tehát azzal nincs gond, hogy ennél gyorsabban már nem tudják beadni, annak ellenére, hogy Orbán Viktor olyan csacsiságot mondott, ugyebár, hogy egyetlen hétvége alatt be tudná oltani az egész országot, ha lenne vakcina. Hát látjuk, hogy tévedett, egyrészt nem tudnak beadni egy hétvége alatt, még napi 70 ezernél, ha jól emlékszem, ennyi volt talán a csúcs, 70-100 ezer között, tehát annál nem tudnak többet beadni, rendben van, még egyszer elfogadjuk, ez egy nagyon jó eredmény. A másik az, hogy vakcina viszont van, és ahogy látják, mindig is volt. Itt ugyanis az a sárga, narancssárga vonal az azt mutatja, hogy a vakcina mindig sokkal több volt az országban, mint amit beadtak. Ez a zöld mutatja azt, hogy összesen hány darabot adtak be. Hogyha most megnézzük, akkor egy jó két hét csúszásban vannak, tehát azok a vakcinák, amik két hét ezelőtt jöttek be, azok még nincsenek beadva. De ezt úgy is lehet nézni, hogy ha megnézik, hogy több mint 1 millió beadatlan vakcina van az országban, és mindig is volt. Azt lehet, bármikor nézik, az elmúlt február 15-é körül ott megugrott, ugye beérkezett egy nagyobb szállítmány, onnantól kezdve ez a körülbelül 1 milliós különbség, ez megvan. Még inkább nőtt, folyamatosan nőtt. Tehát egyre több vakcina jön, nem csak nyugatról. És akkor a kormány propaganda természetesen mit mond? Az ellenzék oltás ellenes, mert aláírták, hogy a kínai vakcinában nem bíznak. Hát még egyszer Duda Ernő immunológus professzor sem bízik annyira a kínai vakcinában, de ő is elmondta, hogy egyébként jobb, mint a semmi, úgyhogy nem az ellenzéket hibáztatjuk. És akkor végezetül milyen intézkedések vannak most, ebben nem akarok belemenni, mert hál' Istennek önök tudják. Egy valami viszont fontos, hogy az április 19-ére meghirdetett iskola kezdés az most elmarad, május 15-ig. Nekem is van egy érettségiző lányom, ő ebből az, ennek örül. Annak, hogy nem lesz szóbeli érettségiük, azon sírva fakad szegény. Gondolom, hogy nagyon sok érettségiző van hasonlóképpen, illetve hát általában a ballagás, a diákbálak, szalagavatók, bankettek, és a többi egy érettségiző gyermeknek borzasztó ez az év, és hát már volt a tavalyi évfolyamnak a tavalyi év is, de talán ez a mostani évfolyam ez még többet veszített ezzel. Úgyhogy ez nagyon komoly probléma sajnos.